Na, hello, szevasztok, folytatjuk a Szibéria 2-t. Kijutottunk Románszburgból, ezzel a szerkezettel, amit a kis Juki hajtott. És követtük a vonatot, amit ugye elrabolt a két gaz fickó. Aztán leomlott a híd. De ugye vonat is megállt, csak közvetlenül utána leomlott, ugye láttuk az előző rész végén. Na, és akkor hogy itt vagyunk ugye semmi közepén, az erdőben. Aztán valahogy, gondolom, oda kell jutnunk a vonathoz, már ezt... Már semmi szükségem a kocsira. Hát ilyen gondoltam, csak a biztonság kedvére azért leellenőriztem. Merre tudunk itt? Ja, arra tudunk menni. Jó, itt semmi más. És akkor Yuki elvileg most utánunk fog. Haha, két Walker. Az agyara miénk. Te áfonya haspók, ne gyere ide. Nem látod, hogy túl nehéz vagy? Agyar, a miénk. Ami ezt, azt az egy mondatot szerintem mások kellett volna csinálni, mert ugye két messze volt, szerintem ott kiabálnia kellett volna, hogy hé, két Walker, az agyar a miénk! Talábbis szerintem... Na mindegy, milyen agyar? Agyar? Jó. Na, itt van, itt egy fehér madárafán. Valahogy meg kell olvasztanom a jeget. Pontosan miért is kell ezt megolvasztani? Ki kell venni belőle a halat, vagy... Hé! Hey! Valahogy meg kell olvasztanom a jeget. Ha ott a gyufa! Hello! Ott a gyufa! Kell szereznem valami száraz, éghető dolgot, ugye? Valami száraz növényt valahol? Kiszáradt növényt keressünk? Mi ott a Yuki, figyeld! Ez egy picit azért aranyos ez a kis furcsa szerzet. Jó, akkor azt ki kell olvasztani, értem. Na és azt hogy tesszük meg? És semmi. Menjünk el arra. Óha! Jó, gyors folyású folyó van itt. Hát itt sok interakciós lehetőség nincs, itt csak átfutni lehet. És semmi. Olyan gyanús ez nekem, hogy több olyan, hát ilyen hely vagy kép van, ahol nincs semmilyen interakciós lehetőség. És ilyenkor mindig, egészségedre, ilyenkor mindig azt hiszem, hajlamos vagyok azt hinni, hogy nem veszem észre az interakciós lehetőséget, pedig valószínűleg egyszerűen csak tényleg nincs. Ugye a kolostorban nem vettem észre az egyiket, és amiatt akadtam el, és mindig emiatt, ettől félek, hogy nem veszem észre, és akkor megint amiatt fogok elakadni. De én tényleg nem látok most semmit egyébként. Ennek a kutyának nem lehet parancsolni. Hát legfeljebb kajával.
mint minden állatnál. Arra lehet menni. Hát elijesztett valami dögöt ott. Itt két fele lehet menni, aha. Nézzük meg ott a... mire ugat a kis Yuki. Ott van valami. Ott valami ott... aha. Azok hódok, nem? Szerintem azok hódok lehetnek. Azt ugatja. Lábhoz! Elijesztett szegény hódot. Gyújts fel! Azt nem lehet. Akkor most az lesz a következő feladat, hogy le kell nyugtatni a Yukit, ugye? És ahhoz fog kelleni az a hal, ami be van fagyva ott a sziklába. A kövecskékbe. Van hó, de itt megint csak nem tudunk csinálni egyelőre semmit. Hát a Yukival lehet majd interaktálni, de ugye most még nem... ja. Szerintem akkor... aha. Igen, szerintem itt majd le kell őt nyugtatni. Nekem az a tippem. Jó, akkor menjünk arra. Na, itt van egy házikó. Közben itt próbálok egy kis pixel vadászatot csinálni, hogy van-e valahol interakciós lehetőség. Aha, ott, igen, ott van egy. Még így körbenézem a terepet. Máshol nem látok. Na, ott az mi? Mit lehet ott csinálni egész pontosan? Hé, hey, van egy kis házikó a fák között, ott lent. Igen. Hé, hey, van egy kis házikó a fák között, ott lent. Igen, nem akarsz lemenni? Hé, hey, van egy kis házikó a fák között, ott lent. Nem akarsz lemenni? Hé, hey, van egy kis házikó a fák között, ott lent. Nem akarsz lemenni? Na jó. Hát ez most nekünk nem nagyon segít. Hoho! Ami? Száraz ajnövé... ha bár milyen ez annyi... hatalmas erdő, és csak ennyi száraz fa. Akartam mondani, hogy lesz száraz, amikor esik a hó, de a lényeg, hogy belül legyen kiszáradva. A felületi nedvesség az nem olyan gáz. Belül legyen kiszáradva. Jó! Akkor elvileg... sejtem, hogy most mi van. Elvileg most fel tudjuk olvasztani ezt a kövecskét, ugye? Erre gyere. Még tovább. És akkor nézzük meg, hogy ki tudjuk-e most olvasztani. Gyufa! Ha-ha! Hát ez hamar kialudt ez a tűz, de nem baj. Gondoltam, hogy a hal fog nekünk kelleni. Biztos voltam menni, és akkor ezt kell elvinni a Yukinak, hogy lenyugodjon, és békén hagyja a hódot, ugye? De az nekünk miért jó, hogy a hódot nem ugatja tovább? Tehát pontosabban az nekünk miért gond, hogy ugatja a hódot? Engem az nem zavar? Na, mindjárt kiderül, hogy miért kell mindenképp lenyugtatni. Hú! Azt a madár majdnem berepült a kamerába. Szeretem az ilyen apró részleteket. Ja, és egyébként, csak úgy mellékesen... szerencsésen úgy jött ki a lépés a magyar szinkronnál, hogy idén elkészült, ugyanis ez a játék idén kereken 20 éves. 2004-ben jelent meg, bár nem augusztusban, mint a magyar szinkron, hanem március 30-án, ha jól tudom. 2004. március 30, de ettől függetlenül szerintem ez egy tökéletes
alkalom, illetve tökéletes metódus arra, hogy megünnepeljük a játék 20 éves szülinapját. Ez így tök jó, hogy ez így idén elkészült, ment a magyar szinkron. Na! Kusosz! Yuki! Hé, hey, Yuki! Gyere ide! Aha! Aha, már jobban tetszik neki, mint a húr, mi? Ennek a kutyának szüksége lenne egy pórázra. Remek. Ezért csaltuk ide? Most már megint... Ó, a hód kidöntötte a fát! Nagyon jó! Aha, most át tudunk menni a folyón száraz lábbal. Tökéletes. Nagyon jó. Óvatosan. Valóságban ezt biztosan nem merném megcsinálni amúgy. Nekem nincs ilyen jó egyensúlyérzékem. Én tudja, hogy beborultam volna a folyóba. Oké. Tudod mit? Mentsünk egyet. Csak... biztos a kedvéért. A régieket felülírhatjuk. Igazából brutálisan sok mentést csinálhatnék, mert ugye a felhőbe 200 megabájtnyi mentés lehet felvinni játékonként, mert ugye Gogon. De hát az nem tudom hány száz mentés jelent, de minek annyi, ugye? Hogyha valaki sokat csinál, az meg átláthatatlan, szóval én nem szeretek túl sok mentést csinálni, mert akkor átláthatatlan számomra. Hát a régiek úgy sem kellnek, úgyhogy ezért szoktam felülírni azokat. De baromi jó, hogy konverzióz jár felhőmentés. A meg amellett, 330. Hogy... 330. Mi a francért kell ennyit várnod? Kentin. Hol a fenében volt? Van jobb dolgom is, mint telefonhívásokat várni. Az esőfelhők eloszlani látszanak, Mr. Marston. Megvan az okon feltételezni, hogy két Walker itt van ebben a faluban, vagy legalábbis valahol a közelében. Találja meg, Kentin, hozza vissza! Bármit is kelljen tennie, csak hozza vissza, érti? Nyugodtan fogadhat rám, Mr. Marston. Kentin az a nyomozó, akit felfogadtak, hogy vigye vissza Kate-et. Ahogy a főnök mondta, bármit megtehet a nyomozó, csak vigye vissza Kate-et. Bármi áron. Hát, ez bármit jelenthet. Úgyhogy az a nyomozó nem lesz a barátunk, ez egész biztos. Hát igen, igen, hát ugye a főnök az üzletember, neki kizárólag csak az a szerződés a fontos. Jó. Két fele tudunk menni. Nagyon gyors az a nyomozó már, mert már Romasburgban van. Oha! Itt valamit tudunk csinálni. Gyere csak ide! Ez itt, ezzel mit tudunk tenni? Nem érem el az ágat. Értelek. Hát! Elhasználtad az összes gyufát? Na jó. Igen, azt, szerintem azt a fát megint csak ki kell dönteni, és úgy fogunk majd átjutni itt a túloldalra, mert ez a híd itt szépen leszakadt. Onnan jövünk, akkor nézzük meg, hogy mi van erre. Szerintem erre lesz a házikó, hogyha tippelnem kéne. Aha! Itt a házikó. Hívás! Ki az? Halló?
Kéti mókuskám, itt az anyukád. Anya? Ó, már halára aggódtam magam, mókuskám. Mikor hagyod már abba ezt a bújócskázást? Tudod, a főnököd már mindenütt keres. Anya, nem megyek haza. Kédi, nem így tervezted az életedet. A dolgok megváltoztak, anya. A dolgok megváltoztak. Uramisten, Kéti, teljesen meghibbantál. Talán, nem vagyok benne biztos. Istenem, Kate. Szia, anya. Milyen kedves volt az anyukájától, hogy azt mondta, hogy meghibbant. De hát igen, az anyja is csak teljesen vakonban nem tud semmit az itteni történésekről. Meggondolom, hogy a főnök is össze-vissza hazudik neki mindent. Előre engedte, mint egy macskát. Macskák szoktak mindig először bemenni. Jó. Ez ilyen, nem, de vadászházikó. Ajaj. Aha. Kinyitottuk az ablakot. És ez nekünk azért jó. Várj, csak... Itt van az a rész, amikor... Itt fogja megtámadni egy medve? Lehet, hogy más játékkal keverem, de mintha úgy rémlene, hogy valami medve lesz itt. Na, majd meglátjuk, hogy jól emlékszem-e. 2005-ből. Ott mi van? Ott egy könyvecske. Vannak ilyen... bábuk. Matyuska baba. Egy fejsze. Egy könyv. A narancs lazac. Egyéb elnevezés aranylazac. Most arany vagy narancs? Igen, méret hossza 20 és 30 füvei között. Ember, metrikus rendszerben nem lehet, súlya 5 és 12 font. De miért nem metrikusban ér, normális ember metrikus rendszert használna, mindegy. 3 éves tengeri lazac azonban 20 font súlyt is nyomhat. Egy fiatal lazac a pisztrányra hasonlít, azonban színe aranysárgásabb és karcsúbb, szája kisebb, és farok huszonya nem olyan széles. Alsó állkapcsa íves, felnőtt korábban a közönséges lazactól a narancs színe különbözteti meg. Élőhely folyók, tavak, nagyon hideg vizek. Akkor jó helyen vagyunk. Élelem ragadozó és igen válogatós, az zsákmány színét illetően kedvenc élelme a leveli béka. Akkor ki kell fogjunk egy ilyen lazacot, ugye? És ahhoz lehet, hogy meg egy leveli békát kell keressünk, ahhoz, hogy ógat. Jó lesz. A ritka hal egy a szibériai vizek oxigéndús részein található. Pár a folyóban töltött év után a kifejlődött példány eléri a torkolatot, majd a tengert, mielőtt visszatérne a friss vízbe újból. Egy szerencsés lazac ez életében többször is megejtheti, bár folyamatos veszélynek van kitéve az úton, hiszen sok ragadozó kedvelt csemegéje, beleértve a barna medvét is. Szaporodás novembertől januárig. Tulajdonságok harcias és ellenálló. Az alsó folyások árnyas részeit kedveli. Alsó folyások árnyas részei. Ezekre majd figyelnünk kell akkor. Korhatár 8. Mi az, hogy korhatár? Egy halnál mit jelent az, hogy korhatár? Én tényleg nem tudom ezt értelmezni. Mindegy. Fogyasztás, ezt a halat viszonylag könnyű elejteni, és igen ízletes. Na, ez viszont egy jó hír, hogy könnyű elejteni. Majd meglátjuk, hogy mennyire könnyű. Jó, akkor megvan ez a könyv, ez igencsak fontos infók voltak. Fejsze.
A fejszíve kell azt a fát kidöntenünk majd? Ahol le van szakadva a híd? Matyuska baba, ez mihez fog kelleni? Azt még nem tudom. Nézzük meg, hogy mi van erre. Ja, azt látok, jó. Semmi. Igen. Az ablak nem lehet. Az asztalnál... Erre el tudunk még menni. Nézzük meg az egész házat. Van-e valahova még valami érdekes? Aha! Valamit felvettem, kosár! Ebben tároljuk majd a halat, ugye? Gondolom én, hogy miután kifogtuk, akkor ebbe kell belerakni. De csak tippelek. Jó, van egy kosarunk. Arra... nincs már semmi. Gyere ide vissza. Nézzük meg arra, mi van. Hogy előre engedi a Yukit. De az ott nem egy horgászbot ottan? Akkor itt kell kifognunk a lazacot? Ja, én azt hittem, hogy el kell menni a folyóhoz. Ahol ilyen nagyon erős a sodrása, ahol még mondtam is, hogy gyors folyású. De azt hittem, hogy oda kell menni. Na, már mindjárt kiderül. Azt hiszem, itt kell horgásznunk. Van egy olyan tippem. De hát... nem úgy volt, hogy kell ahhoz leveli béka? Én most mit csináljak? Aha! Ez egy csalik. Nem tudom előhívni a menüt. Nem már. Nem tudom itt előhívni a menüt. Most honnan tudjam, hogy melyik csalik el nekem? Mit írt a könyv? Várjál. Ugye a leveli békákat szereti ez a hal. Tehát olyan csalit kéne keressek, ami hasonlít a leveli békához. Mit tudom én, legyen ez a zöld. Én nem tudom. Igen? Én nem tudom, hogy... jól csináltam-e? Már alig vártad, hogy megkaparinthasd, igaz? Hát nem jó, hát ez zöld lazac! Nekünk nem ez kell! Vagy ez is jó? Na várjál!
narancslazac, vagy aranylazac. Tehát ott van, hogy élelem. Kedvenc élelme a leveli béka. Igen. Jó. Fiú, nézzük meg, hogy mi történik ez... hogy tudjuk-e használni ezt a zöld lazacot valamire. Yukinek oda tudjuk adni, de én nem neki akarom adni. Tudja, hogy azt az arany vagy narancs lazacot kell kifogni, ebben biztos vagyok. Tehát nem a jó csalit használtam, feltételezem. És ha most kimegyünk... Na most mi van? Nem akarsz kimenni? Fáznak a tappancsaid? Akkor várj csak... Aha! Jól emlékeztem. Itt a macesz. Megjött a maci. Ott a maci. Mi jó maci? Tessék! Hopp! Azt a válogatós formádat! Na már csak ez hiányzott. Ez a tök fej egy zabagép. Nekem inkább válogatósnak tűnik, mert úgy pofoszta a halat. Nem kell neki. Mert a narancsszínű lazacot kell kifogjuk. Figyelj, akkor... Hát végigpróbáljuk az összes csalit, mert fogalmam sincs, hogy melyik csalival lehet azt kifogni. Mert a könyv erről nem ér semmit. Én próbáltam a leveli békához hasonló csalit használni, de akkor nem az a megoldás. Végigpróbáljuk az összeset, tehát valamelyikkel csak működni fog. Remélem. Gondoltam, hogy ez hasonlít a leveli békára, de akkor... próbáljuk meg ezt, mit tudom én. Na, hát ez sokáig fog tartani, főleg, hogyha mindegyiket végig kell próbálni, de hát... Ahogy mondtam, nem tudhatom, hogy melyik csali kell. Ez nem az. Ez is egy zöld lazac, már innen látom. Csak ugye ilyenkor meg kell várni ezeket az animációkat, hogy két leszedi a zsinórról, vagy mi az. Nem értek a horgászathoz. Igen, ezeket nem lehet eltekerni. Ezeket nem lehet eltekerni, úgyhogy igen, ez megint csak ez zöld lazac. Tessék, a tied! Zabály! Kis disznó! Ezt megzabálta. De miért fog ez sokáig tartani, mert mondtam, ezeket az animációkat meg kell várni. De hát, nem rohanunk sehova. Jó, megvolt. Hát akkor menjünk sorban.
Megnézzük a harmadik, összesen 9 darab van, és az már a harmadik kutya. Szépen lassan meg lesz ez. Nem, ez is zöld az ac. Már alig vártad, hogy meg... Ja. Add neki oda! Annyi kaját kap most, hogy meg sem fog tudni mozdulni. Csak még dagadtabb lesz. Jó, akkor 3 már kilőve. Nem tudom, nézzük meg ezt! Csak mert nekem ugye úgy lett volna logikus, hogy akkor a leveli béka színű csali lesz a nyerő, de nem. Úgyhogy itt az én logikám az most nem volt nyerő. Ez is zöld, ha jól látom. Ez sem nyert. Már most rögtön odaadhatnál neki igazából. Már alig vártad. Ja, alig vártam. Zöld, aha. Jó, ezt is zabáld meg. Azaz. Jó. Akkor megvan a negyedik. Miben fogadunk, hogy az utolsó lesz a jó? Ez mindig így szokott lenni. Mikor try and error módszert próbálok, akkor mindig. A leveli béka az nem zöld színű amúgy? Nem vagyunk zoológus, úgyhogy... De feltételezem, a legtöbb béka a zöld. Sötét zöld. Szuper zöld. Nem. El is ez zöld lazac. Ez sem nyert. Nem baj. Ez már 5 csali volt. Egyre kevesebb van vissza. Na, szép lassan, de haladunk. De... Már alig vártad, hogy megkapodinthasd, igaz? De legalább... A könyv helyesen írta azt, hogy könnyű itt lazacot fogni. Mert itt tényleg mindig van kapás, csak... A zöld. Csak épp nem az, ami nekünk kell. Ja. Na, nézzük a hatodikat. Legyen ez. Nem, ez sem jó. Ez is zöld. Már van alig vártad, hogy megkapodinthasd, igaz? Így van, alig vártam. Látod, ez is zöld. Ezzel mit lehet csinálni ezzel a matuska babával? Itt egyelőre semmit. Persze... Na jó, nem, csak itt szálltam. Igen, mert most nem tudunk visszajutni a leszakadt híthoz, ahol valószínűleg a fejszét kell majd használni, mert amíg itt a macinak a megfelelő lazacot kell ugye kifogni. Nem baj, már csak 3 darab csali van vissza, amiket még nem használtunk, úgyhogy...
Egy alsó három maradt még. Na nézzük meg ezt. Nem, ez is zöld. Mondtam én, hogy az utolsó lesz. Vagy még az utolsó se lesz az. Na szép lesz, hogyha fölöslegesen horgászok itt. Már alig vártad, hogy megkaparinthasd, igaz? Az a, jó, az a semmi, oké? Okay. És semmi másra nem lehet, akkor... Ja. Ez is zöld, aha. Nem baj, már csak kettő darab csali van vissza. Remélem, hogy a kettő közül valamelyik működni fog, mert ha nem... Hát, akkor leszünk bajban. Mert onnantól egy kicsit tanástalan leszek. A maradék kettő közül egyik sem fog működni. Legyen ez. Jaj, ne. Rosszul csináltam, ugye? Három különböző helyen lehet horgászni. Lehet, hogy nem is a jó helyen próbálkozok. Ó, basszus. Jó, akkor ezt ellenőrizzük le, jó? Már csak kettő van vissza, de szerintem ilyen rossz helyen próbálkozok. Csak most vettem észre, hogy több különböző ponton lehet, több különböző pontra lehet bedobni a csalit. Basszus! Ez is zöld, aha. Már alig vártad, hogy megkaparinthasd, igaz? Hát ezt előbb kellett volna észrevenni, na mindegy, nem bajok, később mi soha. Na várjál csak, nézzük meg a könyvet még egyszer! Élőhely, folyók, tavak, nagyon hideg vizek, hát kösz. Várjál, tulajdonság, harc és ellenálló, az alsó folyások árnyas részeit kedveli. Árnyasra, tehát ami árnyékban van. Hogyha... Jó sejtem. Tehát... lehet, hogy már használtam a jó csalit, csak nem a megfelelő helyen. Ugye? Próbáljuk ezt meg még egyszer, és ezúttal ott. Aha, most máshova dobta be. Most máshova dobta be. Mert nekem az olyan árnyékosnak... Ez, ennek most más színe van. Ennek... Ez most nem zöld? Már alig vártad, hogy megkaparinthasd, igaz? Lila? Nekünk nem lila kell. Add neki oda. Jó, akkor megpróbáljuk ugyanezzel a csalival a harmadik helyet.
Mert a középső horgászhelyen csalitól függetlenül mindig zöld lazac jön. Mindig. Igen, próbáljuk meg ugyanezt, de most próbáljuk meg... azt a fönti részt. Ilyenkor mi történik? Ez nem narancssárga. Ez sem aranylazac, ez kéknek tűnik. Már alig vártad, hogy megkaparinthasd, igaz? Kék. Jó, tudjátok mit? A ti időtöket nem nagyon akarom húzni feleslegesen. Én itt próbálkozni fogok, mert akkor ezek szerint valóban nem ez a csali kell. Mert én azt hittem, hogy a leveles béka miatt ez lesz a nyerő csali, de nem. Most már egyértelmű, hogy nem ez a nyerő csali. Fogalmam sincs, hogy melyik a nyerő csali. De most ugye végig kell próbálnom a csalikat a maradék két horgászhelyen is. Megpróbálom ezeket a színeseket először. Várj! Jónak tűnik! Ez most jónak tűnik. Az eléggé narancssárga színűnek tűnik nekem. A játék meghallotta, hogy... Már alig vártad, hogy megkaparinthasd, igaz? Ott van! Ott van! Ennyi, az aranyszínű csali kellett, amit nem értek, mert a leveli béka az mióta aranyszínű, tehát hogy ott a narancsággal az, ez kell nekünk, csak ugye érted, tehát hogy én a logikám az volt, hogy itt írja is, hogy ennek a lazasznak a kedvenc élelme a leveli béka, a leveli béka az nem zöld színű, tehát emiatt gondoltam, hogy akkor zöld színű csalit használom, de nem az volt a megoldás, nem baj, jó, sikerült. Akkor nem csinálok itt vágást. Nem kell végigpróbálnom még 20 fogást. Nem is olyan nagy baj. Na és akkor ezt kell elvileg odaadni a macinak, ugye? Narancssárga. Elvileg ez kell neki. Így van. A Luki mennybe jár, a kedvenc eledele. Nagyon jó! Milyen kutya vagy te, nem mersz szembeszállni egy barna medvével? Jaj. Na, oké, ez meg is van. Akkor menjünk vissza a leszakadt híthoz. Mert szerintem talán ott tudjuk használni a fejszét. És akkor ki tudjuk dönteni azt a fát, ami már alapból ezt itt néz csak. Nem. Ezt. Nem lehet ezen használni. Erre nem számít. Jó, van még egy használat. Jó. Nincs az az Isten, hogy kibogozzak egy ilyen csomót.
Nem is kell! Hogy átjussak ezen a szakadékon, azt csupán egyféleképpen tehetem meg. Kötéldeszkával! Reménykedjünk, hogy el fog bírni. Igen, reménykedjünk be... Ja, hogy... Ja, értem! Assza mindenit! És a Yukival mi lesz? Ő is át tud lendülni? Yuki! Gyere ide! Ugord át! Mi az neked? És tényleg átugorja. Én csak hülyeskedtem. Jó. Nos, úgy látom, már nincs visszaút. Hát az baj, mert volt egy hely, amit még nem néztünk meg. Oké, jó, igen, jó, oké. Nincs visszaút. Hát, akkor nem is kellett oda menni, amit nem láttam. Csak tudom, hogy kihagytam egy helyet. Nosszont, Yuki! Lábhoz! Rosszont, Yuki! Igen, ez egy egyértelmű jelzés volt a játék részéről, hogy Yuki, hagyd azt a madarat! Nincs visszaút. Visszafele már nem kell, és nem is lehet menni. Ezt a bagyot láttuk korábban. Ez az állat a természet csodája. Folyóparton ezt láttuk az egyik fán. Jó. Merre lehet itt? Erre. Igen. Erre tovább. Hüha! Hé, Yuki! Te csintalan kölyök! Mégis hogy... Mi? Hé! Megvan a szörmók, bravo! Most intézzük el az amcsi firkást. Hé, kis Yuki, vissza a vonathoz! Gyorsan! Elhibáztad, te fajankó! Még mindig ott van, és a szörmók meg megszökött. Pöckölj le még egy követ! Biztos! Meg a fejét! Ez a lényeg, te húgyagyú! Ő is az agyar után jött. A te agyarod után, Igor. Gyorsan, hozd azt a követ és nyomást, gyerünk! Hát, ki akarják nyírni kerítet, igen. Fel tudunk itt mászni? Nem érem el azt az alsó kiszögelést. Túl magasan van. És így? Használd, mi az? Igen, így csákjaként, igen. Na hát... Soha nem gondoltam volna, hogy valaha ezt fogom csinálni. Elhiszem. És föl lehet mászni. Azt a mindenit. Aha, nekem kell nyomogatni a... balegeret, aha. Tehát nem automatikusan megy föl. Hát de... Hát ez nem jó! Ja, hogy nekem kell... Úristen! Már értem! Nekem kell őt irányítani!
Erre sem emlékeztem már, egyáltalán nem. Nem tudtam, nem emlékeztem, hogy van a játékban ilyen... mechanika. Ha? Érdekes. Most jobbra. Még tovább jobbra. Remélem nem tud leesni. Ez az, az. Mindjárt fent vagyunk. Ez az nem nyert. Ez sem nyert. Jó. Azt hiszem, megvan! Sajnálom, Marson. A hal elúszott. Elég sikamlós. Nézze, meg kell értenie, Mr. Marson. Az ő kezében vannak a kártyák, és úgy tűnik, hogy összejátszik a helyiekkel is. Kentin, nagyon kellemetlen helyzetbe hozott. Két családja kezd aggódni. Felvehetjük a bajt utónévnek, ha nem találja meg a lányt. Ez nem egy menheteli célba lövő játék, Mr. Marson. Az egyetlen út előre, lóháton a hóban. Itt ez a falu, de már nincs itt semmi. Nagy fába vágta a fejszéjét a kislány. A francba. Mondtam, hogy Marson össze-vissza hazudik. A családja nagyon aggódik érte. Lószár, csak a főnök félti a szerződését. Semmi másról nincsen szó. Na, gyors egy... Jaj, persze a fejszét lenhagytuk. Gyors egy mentés. Erre. Hűha. Két felé tudunk menni. Először nézzük meg, mi van erre. Aztán talán... itt a lezuhant repülő. Erre el tudunk menni? Nem. Egy pillanat. Akkor nézzük meg, mielőtt itt megnézzük a lezuhant repülőt. Meg akarom nézni, mi van a másik irányban. Ott a távolban... ott a vonat. A vonat tényleg túl messze van. A vonat tényleg túl messze van. Hát innen már nem olyan vészes, hát... már megtettünk ekkora távolságot legalább. De igen, ott lehet látni a vonatot, ott. Jó, akkor... a repülőnél kell valamit csinálni. Ajaj. Ott a pilóta! Ott lóg a fán! Életben van még vajon? Aha, meg lehet vizsgálni a roncsot. De jó, hogy nem robbant fel. Ilyen lábnyomokat hagy a hóban, tök jó. Apró kis részlet. Aha! Boris Charov!
Vesz? Vesz? Hé? Vesz? Oh God! Hogy én ezt mennyire fogom utálni? És gondolom nem mindegy, hogy melyik milyen állásban van, ugye? Hát ez nagyon szép lesz. Itt majd valamit csinálni kell. Jaj, de nem véletlen lehet mindegy kapcsolóval, kallantyúval interaktálni. Ja, hát az előre örülök ennek. Jaj, de jó. Az életben van még ez a csávó. Ébresztő! Hé! Ébredj! És tényleg alszik. Semmi esélyem, hogy túlkiabáljam a fejhallgatóját. A dobár meg... nem lehet megdobálni. Semmi esélyem, hogy túlkiabáljam a fejhallgatóját. Tehát valami nagyon hangos kell nekünk. Azt hiszem. Na igen, erre lehet menni? Nem. Akkor... ott van egy ilyen... nem tudom mi az... hangos beszélő vagy kürtjál? Az ott, az látod? És most honnan kéne tudjam? Nyolc. Fogalmam sincs, mit kell itt nyomogatni. Fogalmam sincs. És azt sem tudom, hogy a játékosnak honnan kellene tudnia, hogy itt mit kell nyomogatni. Igen, ehhez nincs semmilyen leírásunk, hogy itt mit kéne csinálni ezzel. Ez egy gond van. Fogalmam sincs, mire gondolt a költő. Sem tudom, hogy honnan kéne tudnom. Azokkal nem lehet. Ezzel lehet, meg ezzel a kettővel lehet itt. A föntiekkel, meg ezzel a... 2, 3, 4, 5... Jézusom!
Hűha! Nem jó! Ez elég nagy gond. Arra viszont emlékszem, hogy már akkor is 2005-ben ez volt az a... 2005-ben is elakadtam ezen a részen. De én úgy tudom, hogy ezen sok játékos elakadt, mert itt nem egyértelmű, hogy itt mire gondolt a költő. Várj, erre még nem voltunk. Várj egy picit. Aha! Istenem, Hans ott volt annak a szánnak a hátán. Gyorsan vissza kell jutnunk a vonatra, ha meg szeretnénk őket fogni. Hát igen, csak azt mondod, hogy túl messze van. A vonat tényleg túl messze van. Az a vicc, hogy mire rájövünk, hogy hogyan kell itt tovább menni, annyi idő alatt gyalog simán odaérne. Na de! Hú, milyen jó, hogy itt visszajöttem erre! Aha! Nyomunk is egy mentést. Legyen egy negyedik! Zo! Itt a rádió, tohony! Egészség! Így van, így van, igazam van, így van. Igaz. Gyorsabban, lelkesebben. Ott egy nyuszi a háttérben! Ott. El lehet még menni erre? Ott nincs tovább. Nézzük meg, hogy mi van ott. Vesz. Vesz. Hé? Oké. Nem fogom azt mondani, hogy értem, akkor hazudnék. Vesz? Hé? Merre fele kell nézzen? Én nem tudom. Mi volt a repülőgépen? Ez. Az a baj, nem tudom, hogy
melyik irányban van a repülőgép? Nem tudom, hogy milyen irányba kell fordítani az antennát. Fogalmam sincs. Én most csak vakon próbálkozgatok. Nem tudom, hogy annak van-e bármi értelme. Na, várjál csak. Ez erre van. De a gép meg arra van. Igen, a gép meg erre van. A repülő az izé írja. Hát ott 8888. Négy darab 8-as. Akkor ezt kell megadni az én? A rádiót az ajnál? Én nem tudom. Most csak hangosan gondolkodom, tehát... Tehát akkor, ha innen nézzük, akkor a repülő arra van ott jobbra, ugye? Ott arra. A repülő fele kell nézzen a antennának. Feltételezem. Csak nem tudom, hogy ez... Elvileg így jó, ugye? Elvileg most arra kéne nézzen. És én megadtam a 4 darab 8-ast. De nem történik semmi. Milyen jelek voltak ott fönn? Hadd nézzem még egyszer. Ezek nem számok. 3-0-CB. Oké, hogy az egyik az nulla akkor, de honnan tudjam, hogy a négy számjegy közül melyik a nulla? És a többinek... minek kell lennie? Tehát, hogy... most ezt honnan kéne tudnom, hogy itt most mi a teendő? Fogalmam sincs itt most mit kell csinálni. Ötletem sincs. Pingom sincs.
Szerintem azért most jó fele néz az antenna. Szerintem az most jó fele néz. Megváltozott itt valami talán? Semmi. Nem ejtette el semmit. Pedig látod, 4-8-as. És nem történik semmi. Jöjj, mind a négyen lehet, úristen! Hát, szerintem azt fogjuk csinálni. Semmi. Egészség. Nem kockáztatom meg, hogy lemásszak. Még a végén leesek. Nem lehet visszafele menni. Jó. Nincs itt semmi. Arra csak a vonat van. De kell ellenőriznem, hogy megnéztem-e mindent. Igen, az a vonat, igen. Itt nincs semmi más. Nincs. Jó, menjünk vissza a rádióhoz. Hmm.
Igen, az az egy irányban. Ott arra ugye nem lehet tovább menni. Az előbb megnézt, igen, ott nincs tovább. Erre lefelé sincs semmi. Tehát itt ezzel a kettővel lehet interaktálni, itt azzal, meg ott fönt. Itt sincs változás. Ezt be kellett volna kapcsolni. Aha! És ez most mit jelent? De most tudnom kéne értelmezni? Mi történik, ha... Álljál csak! Próbáljuk meg kideríteni, hogy mi lehet annak a koordinátája, ami ott pittyog. Kérdés az, hogy itt kell megadni a koordináta, lesz a lényeg? De melyiket kell először megadni, az X vagy az Y tengelyt? Ugye? Ez itt a nagy kérdés. Az X tengelyt nézzük. Akkor az... ott van... Akkor... Várjál csak! Itt ugye? Itt... Ott pittyog. Ott pittyog. Akkor az a 80-as. X tengely a 80-as, ugye? Nagyjából, körülbelül. Az Y tengely... Hát... Ez lenne... 20? Talán a 20-as? Nem tudom. És akkor hogy? Adjam meg, hogy 80, 20, nem. És fordítva? 20-80.
Nézzük meg, hogy mi történik, hogyha elforgatom a nagy tányért ott fönn, az antennát. Ezt le kell ellenőrizzük, hogy akkor mi történik. Jó, eddig a... melyik volt? A hármason volt. Megnézzük mindegyik állást, hogy akkor mi történik, mit fog mutatni a radar. Semmit. Hát most nem pittyog. Jó. Ezen az álláson nincs jel. Oké. Le kell nézzük az összeset. Még az előző, ez tényleg az 80-20-nak tűnt. Megnézzük ezt is, mind a négy állást megnézzük. Aha, így nincs semmi. Na akkor az előbb egész véletlenül a megfelelő álláson, pozíción volt. Jó, megnézzük a harmadikat. Van pittyogás, csak nem mutatja a pittyogást, az a baj. De! Várjál, de! Állj! Ott! Ott a meccésponton. Ez pedig, na várjál, ott a pittyogás. Várjál, akkor először nézzük az X-tengelyt, az pedig a... Az a 60-as. Úgy látom. Igen, az a 60-as lesz. Azt mondja 60. Y pedig... Az ugyanúgy a 60-as. 60-60? Jó. És akkor... Így? De itt sem történik semmi. De jól írtam fel a koordinátákat, az stimmel. 60-60. Nagy kérdés, hogy melyik kell nekünk. Mert ez egy kisebb jel, ugye van egy nagyobb jel. A hármas álláson, és nem tudom, hogy melyiket kell nekünk figyelembe venni. Ja. Most ott a... Igen. Hát, az... Nem annyira egyértelmű, mondjuk. Az a baj, ez messze nem egyértelmű, hogy ez most hányos akar lenni. De olyan, mint ha itt lenne. Mm.
Hát... Hát, ha megmondjam az őszintét, fingom sincs továbbra sem, hogy mit kell itt csinálni. Mármint, hogy értem, hogy fel kell ébreszteni a pilótát valahogy. Csak nem tudom, hogy mit kell állítani a repülőgépen, és mit kell állítani a rádióállomáson. Ötletem sincs. Amiről azt hittem, hogy az lesz a jó, az megint kiderült, hogy nem az a jó. És annyi gomb, meg tekerentyű van, hogy honnan kéne tudjam, ez számomra rejtély. Jó, úgyhogy azt fogjuk csinálni. Én ezt itt elmentem. És én most utána olvasok ennek interneten, hogy itt mit kell csinálni, mert annak sem értem, hogy itt én még órákon át próbálgatom ezt-azt. Mondom, ami így saját kúszfóból nekem logikusnak tűnt, hogy ezt a két koordinátát megpróbáltam, a 80-20-at, meg a 60-60-at, de nem történik semmi, hát látjátok, hogy az égvilágon semmi nem történik. Repülőgépen meg, főleg, hogy fingom sincs, hogy ott miket kell állítani, hát én azt nem értem, hogy honnan kellene tudni a játékosnak, hogy ott mit kell állítani, tehát az égvilágon semmilyen információt nem ad a játék erről. Úgyhogy, ja, én ennek most utána olvasok, mert könnyen lehet, hogy megint valamit nem vettem észre, ami ott volt az orrom előtt, bár kétlem, de, ja, akkor mindjárt jövök vissza, nem menj sehova, én ezt most megnézem a megoldást, mert nem látok más kiútat. Na, várjál! Na, itt vagyok, hát utána olvastam, és hát, én úgy gondolom, hogy ez a puzzle feladvány, ez kegyetlenül el van cseszve, mert konkrétan itt a játékosnak az égvilágon semmilyen információt nem ad arról a játék, hogy mit, hogy merre kéne beállítani itt. Ugye itt vagyunk a repülőnél, és hogy rengeteg mindent lehet itt kapcsolgatni, és ugye mi alapján kellene rájönni a játékosnak, hogy mit kell csinálni? Semmi alapján. Ki kell szopja a kis ujjából konkrétan. Nem létezik olyan leírás, amely megmagyarázná, hogy miért azt kell csinálni, amit. Az egyetlen leírás, ami adott némi magyarázatot, azt írta, hogy addig kapcsolgasd, amíg ki nem dob valami számot. Addig kapcsolgasd itt a dolgokat. Hát, én itt kapcsolgattam a dolgokat, de a 4 darab 8-oson kívül az égvilágon semmilyen számot nem dobott ki. Amit a rádió állomásnál, a koordinátánknál kiolvastunk, az egyelőre nem kell. Ott a másik koordinátákat kell megadni. Pontosabban a rádiófrekvenciát. Na most, itt ír a... Ez már önmagában egy total nonsense bullshit, ugye, hogy a játékos szapja ki a kis ujjából, ugye try and error módszerrel, addig kapcsolgassa, ami ki nem dob valamit. Ez már önmagában szerintem jól mutatja, hogy mennyire eszméletlenül el van cseszve ez a puzzle, szerintem ez egy nagy rakás kaki. De még bonyolódik tovább a dolog, ugyanis nem elég, hogy a játékosnak ki kell szopni a kis ujjából. Na most, vannak itt olyan kapcsolók, amelyeknek az égvilágon semmi köze a puzzlehoz, és teljesen mindegy, hogy milyen állásban vannak, ami gyakorlatilag csak további figyelemelterelésként szolgálnak. Ezek a kapcsolók itt, ez a 4, ez itt, és ez a 2, ezek mind figyelemelterelés céljából vannak itt. Teljesen lényegtelen, hogy ezek milyen állásban vannak. Totál mindegy.
Nem ez a fontos nekünk, hanem az, hogy... most figyelj, most jön a varázslat. Ezt le kell kapcsolni, tehát ez a kettő legyen bekapcsolva. Ugye ez a főkapcsoló, ez kapcsolja az áramot. Az A az fogja adni a rádió frekvencia első felét. Ez. Na most, ahhoz, hogy megkapjuk a frekvencia első felét, a B-t le kell kapcsolni. Jó. És a három közül a zöld kapcsolót le kell nyomni. Nézd csak! Valaki nekem magyarázza meg, hogy ebben mi az Isten a logika. Mert hogy ebben kurvára semmi logika nincs. Jó, tehát... még jó, hogy megnéztem, mert erre a soha büdös életben nem jöttem volna rá. A szétszentség. Úgyhogy 0-3, várjál! Kell a másik fele is. Azt pedig úgy tudjuk elérni, hogy ezt kapcsoljuk be, ezt le. Ezt föl. Ezt le. Úgyhogy ezúton is csókoltatom az egykori fejlesztőket, és remélem, hogy sűncsaládot fognak szarni, mert hogy egy ilyen elcseszett puzzlét én nem sűrűn láttam még, de igen, tehát nem csoda, hogy is sok játékos elakadt, mert ennek a puzzle feladványnak az égvilágon semmi értelme, se füle, se farka, rohadtul semmi logika nincs benne. Úgyhogy... mondom, a legnagyobb probléma ezzel az, hogy a játék abszolút sehol nem ad semmilyen információt arra vonatkozólag, hogy mi alapján kéne erre rájönnie a játékosnak. Ez szó szerint a kis ujjából kéne kiszopnia. Addig kéne itt kapcsolgatni mindent, amíg ki nem dobja ezeket. Igen ám, csak hogy mi van, hogyha a játékos ezeket is kapcsolgatja, ahogy én is tettem meg ezeket? Aha, azok... Aha, nem, azok csak figyelmeltelenésként vannak ott. Úgyhogy igen, 0328. A frekvencia, ami nekünk kell. Úgyhogy most vissza kell menni a rádiótoronyhoz, és ez a másik olyan dolog, ami szerintem totál hatalmas nagy bullshit és totál logikátlan hülyeség, és ami csak szándékos félrevezetésnek tűnik nekem. Ugye ott leolvastuk a koordinátákat, ugye állítottuk az antennát, ugye volt pittyeg, és leolvastuk a koordinátákat. Egyébként a koordinátákat helyesen olvastam le, csak hogy nem azt kell beütni ám, nem. Ugye ez megint ilyen tipikus point and click dolog, hogy a logikát az dob ki a kukába. Nem, ami logikus, nem, az no. A logikát az felejtsd el. Itt nem azt kell megadni, hanem, tehát a 0-3, várjám, ide kell egyszer 0-3, 28. És akkor nyomjuk meg a mikrofont. Boris, hallasz engem? Itt Kate Walker. Ébresztő. Boris, ébredj. Á, hé! Hol vagyok? Mit keresek itt? Szedjenek le innen! Szíjezd ki magad. A szíjam? Ó, tényleg. Csak meghúzom ezt a szíjat és... Á! Remélem nem ütötted meg magad. Ez volt a megoldás. Úgyhogy én továbbra is kijelentem ország világ előtt, hogy ez a puzzle, ez el van cseszve. Ez egy szar. Egyszerűen azért, mert a játékosnak semmilyen infót nem ad a játék arról, hogy mit hogyan kéne. Úgyhogy nem csoda, hogy sok játékos itt elakadt. Mert ez tényleg egy rakás kaki. Jó. Boris, ő az a Boris, akit az első részben kilőttünk a világűrbe. Ez az a Boris. Boris!
Az alkoholista Boris. Két falke. A repülőszárnyán a kaput teljesen befelegzett. Nem mondod? Szegény Boris, a repülőd elég gyalázatos állapotban van. De én repültem a csillagok fölött, két Walker. Nem sok ember mondhatja el ezt magáról? Uh-huh. Hans Vorarlberget elrabolták. Mit mondtál? Két gangster elrabolta, és most őket üldözöm. Szegény Mr. Vorarlberg. Sajnálom, de azt kell mondjam, nem hiszem, hogy tudok segíteni. Megértem. El kell kapnom a gazfickókat bármi áron is. Tudod, Hans nincs túl jó bőrben. Én örülnék a legjobban, ha segíthetnék, de nem tudom hogyan. A vonatom lent van a hegy lábánál, és máshogy nem tudok oda lejutni. A repülőgépem kisebb foltozásra szorul. A landolás valahogy mindig a gyengén volt. Biztosan nem tudom használni a repülődet. Nagyon is. Tudtam, hogy elég kellemetlen volna tovább repülni, úgyhogy klak, átkapcsoltam a kapcsolót, és már kapapultáltam is kifelé. Mondjuk használhatnád a mások pilóta székét, de át kellene kapcsolnod kézi vezérlésre. Megpróbálom valahogy üzembe helyezni a katapultülést. Rendben. Én itt maradok. Biztos, ami biztos. Na, most megváltozott a kezelőfelület. Kaptunk ilyen számokat. Na most itt azért tudom a megoldást, mert a leírásban érdekelt az is, hogy akkor az a koordináta, amit leolvastunk a rádiótoronynál, hogy az mi a lócitrom. Hát az most fog kell lenni, amit mondtam. Nem ott kell megadni azt a koordinátát, hanem itt. Konkrétan nekünk most kell az a 80-20. Na, az a vonatnak a koordinátája. Úgyhogy 80-20. És elvileg, ha ezt most megnyomjuk... Boom a közepébe, Miss Walker. Ezekkel a koordinákkal épp az étkezőkocsi közepébe fog landolni. Hadd segítsek azzal a szíjjal. Na, ez is egyébként egy olyan dolog volt, hogy hogyan kéne rájönni a játékosnak, hogy ott milyen koordinátákat adjon meg a katapult ülésnél, ugye? Mi alapján kéne rájönnie? Hát sehogy, konkrétan. Azt is ki kell szopja a kis ujjából. Tehát igen, a játék ezen részét, ezt a repülőgépes részét, ezt nagyon-nagyon-nagyon elcseszték. Ez így sajnos, igen, ez én egy narrakás kaki. Nem mindegy, ez van. Legalább megérkeztünk a vonathoz. Na nézzük, hogy többiek épségben vannak, és itt van még ez a két köcsög. Ó, telefon! Halló? Miss Walker? Itt Emilio Ezredes. Emlékszik rám? Uh-huh. Romansburgból. Emilio Ezredes? Hát persze. Miért keres? És honnan tudja a számomat? Csak nincs valami baj. Semmi különös. Miss Walker, azért hívom, mert egy úriember járt itt, egy amerikai nyomozó és egy csomó kérdést tett fel. Magáról érdeklődött Miss Walker, meg a vonatról, és a barátjáról. Természetesen nem mondtam neki semmit, de... Ezredes, fel kell tartani azt az embert, ahogy tudja. Oroszországban vagyunk, és tél van. Ha a hó leesik, az idő nagyon lassan kezd vánszorogni tovább. Csoda lenne, ha az az ember valaha is megtalálná magát. Köszönöm, ezredes. Na, most az egyszer az ezredes a segítségünkre volt. Az mi? Az ott egy megfagyott kéz? Az valaki...
Ő ez csak egy darab... fadarab? Olyan, mintha valakinek a keze lenne, nem? Aha, igen! Oszkárnak a keze volt. Még valamennyire talán működik. Nem biztos, hogy a hó jót tett neki a... alkatrészeinek. Oszkár, jól vagy? Én vagyok az két. Két Walker. Üdvözlöm, asszonyom. Szedd össze magad, meg kell találnunk Hans-t a... Hans? Hans Vorarlberg? Igen, Oszkár. Hans-t. Mondjuk ez egy kicsit logikai bukfence játék részéről, hogy ő egy automata, tehát ő nem érzi a hideget. Úgyhogy... Ja, ez egy kicsit úgy... érdekes. Láttam Hans-t kifeszítve egy motoros számbontatta szán hátulján. Igor és Iván elrabolták őt. Sajnálom, hogy nem tudtam megakadályozni, de én megpróbáltam elzárni a veszélybe sodródás útját. Azonban a kövér egyed egy igen meghatározó erőt fejtett ki az állkapcsomon, én pedig a hóban találtam magam. Te megtettél minden tőle telhetőt. Most itt az idő, hogy megtegyünk minden tőlünk telhetőt. Jobban vagy már, Oszkár? Nem igazán. Még az operációs rendszerem is lefagyott. Olyanod is van? Gondolom, de fel fogsz melegedni, ne aggódj. A hideg paralizáltam még az utolsó fogas kerekeimet is. Remélem, hogy az összeomló híd nem tett nagy kárt a szerelvényben. A legrosszabbtól félek, Kate Walker. De jó. Teljes mértékben el kell fognunk azt a két isten csapást. Igazán segítenék, Kate Walker, de attól tartok, nem vagyok üzemkész állapotban. Oszkár, legalább próbálj megtalálni megoldást. Azzal nem jutunk előbbre, hogy csak bámészkodunk. Kate Walker, a szerkezetem nem hóban töltött hosszú időkre lett tervezve. Attól félek, nem leszek képes tovább vezetni a vasúti szerelvényt. Megpróbálok szerezni valamit, ami segíthet. Csapjunk a lovak közé, talán még van esély, hogy a banditák nyomába érjünk. Nem hiszem, hogy az alkalmazásai megbízható szinten lennének ebben a pillanatban, Kate Walker. De valahogy biztos rendbe lehet téged hozni. Nem tudom. Tényleg nem tudom. Rögtön itt vagyok. Én várok magára, Kate Walker. Nem lenne egyszerűbb őt bevinni a kocsiba, ahol talán kicsit melegebb van, egy picikét? Azért nyomunk egy mentést. Fölmászunk a mozdonyra, és ott, úgy innen már nem tudom, hogy hogyan megy tovább, mert ezt eddig azért nem olvastam el. God! Jaj, de jó, remélem itt is, hogy sok fölösleges kalantyú van, ami csak megtévesztésre szolgál. Arra mi van? Innen jövünk. Nézzük meg a hálókocsit.
Ja, igen, itt egy kicsit rumli van. Oj. Ajjajjajjajjajj, hát itt mi történt? Hát ez... Aztán milyen furcsa, szép... olyan, mint egy takarópanel. Milyen furcsa, olyan, mint egy takarópanel. Hát de akkor nem akarod azt? Milyen furcsa... Jajjajjajjajj. Az akkor lehet, hogy kell egy csavarhúzó oda? Ez mi? A vonat tervrajza! Aha. Ez az a takarópanel, nem? Amit... Papam. Hűjj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 j
Hoppá! Valamit föl lehet. Olajautomata. Oké. Okay. A csavarhúzót nem lehet? Semmi, itt sincs semmi, ott sincs semmi. Itt. Nem. Nem. Azokat nem lehet a szerszámokat. Én esküdni mertem volna, hogy a csavarhúzóra lesz szükségünk a pont a takarópanelnek a felnyitására, de nem lehet felvenni, pedig szerintem az ott pont egy... Az úgy néz ki, mint a csavarhúzó. Itt a csavarkulcs, az nem kell. De a csavarhúzót még nem lehet felvenni, pedig nekem... Ezt megint mondhatnám, hogy nekem pont azt tűnik logikusnak. És oké, hogy megvan a tervrajz, és azzal most mi okosabbak lettünk? Olajautomata. Milyen furcsa. Olyan, mint egy takarópanel. Aha. Milyen? Ja. Oké. Okay. Olajautomata. Ezt nem lehet felvenni, ott sem lehet semmit felvenni, ott sem. A tervrajzot és olaja... Várjál, nézzünk be a mosdóba. Nem. Nem, itt sincs semmi. Úgy látom, hogy itt sem lehet felvenni semmit. Hát jó. Szerintem az Oscarnak fog kelleni az olajautomata, ugye? Meg kell kicsit olajozni. A sok hótól egy picit lehet berosdásodott. Szerintem... Aha. Lássuk csak. És meg is vissza az egészet! Megkönnyebbülés. Köszönöm, Kate Walker. Ha megkérhetem, akkor most foglalja el a helyét a személykocsiban. És indulhatunk is.
Hát ez gyors. Hála a jó Istennek, nem nekem kell vezetni a mozdonyt. Hála a jó Istennek. Már kezdtem megérni attól a sok kallantyútól ottan. Jó, akkor ennyi? Csak meg kellett olajozni, és meg is itta az összes olajat egyébként. Igen? Ajaj! Hát, az a kerék az egy helyben forgott és szikrázott rendesen, úgyhogy szerintem nem megyünk most sehova. Hát a vonat az... valami gond van. Lehet, hogy... Nem lehet, hogy itt az, a hálókocsinak az első tengelye siklott ki? Mint az nem lenne rajta a sinen, vagy rosszul látom, vagy lehet, hogy... Kérdezzük meg Oszkárt, hogy mi a tosz van. Hát csak egy helyben forog. A mozdony kereke. Na! Mi a nagy büdös helyzet? Mi folyik itt? Nem tudjuk folytatni az utunkat, Kate Walker. Az utaskocsi beszorult. Ez történik akkor, ha a motorok veszik kézbe a szerelvényem irányítását. Mihez kezdjünk? Van egy lekapcsoló rendszer a kocsiban. Én majd kinyitom a fedelét, csak szóljon ide, ha megtalálta. Miután kinyitottam, kapcsolja le a kocsit. Szóval magunk mögött hagyjuk az egész kocsit és mindent, ami benne van. Ezt az áldozatot meg kell hoznunk, Kate Walker. Sajnálatos. Tudom. Rendben, intézem. Várj meg, mielőtt elindulnál, rendben? Soha nem indulok el maga nélkül, Kate Walker. Hazudsz, egyszer már megtetted. Amúgy megtaláltuk a takarófedelet. Oszkár? Ne vesztegesse az időt, Kate Walker. Menjen és keresse meg a kocsi leválasztó rendszerét. Oké, megtaláltam. Azon vagyok. Jó, hogy... Jó, akkor menjek oda. Jó, egyszer már megtaláltam, csak azt hittem, hogy itt kell neki mondani, hogy hello, megtaláltam. De akkor... Jó. A hálókocsiban van. Hát igen, ez most így... kicsit rosszul esik, hogy mindent, amit összeszedtünk az első részben a hálókocsiba gyűjteményt, azt itt kell hagyni. Ez most kicsit ilyen... arconköpésnek tűnik, hogy látod, amit összeszedtél az első részben, az most itt kell hagynod. Nincs más megoldás, akkor nincs más. Semmiképpen sem férek hozzá a szerkezethez, ha nem tudom valahogy nyitva tartani ezt a takarópanelt. Semmiképpen sem... De azt mondta, hogy Oszkárt kinyitja, most akkor WTF. Semmiképpen sem férek hozzá a szerkezethez, nyitva ha nem tartani. Tudom valahogy nyitva tartani ezt a takarópanelt. De Oszkár azt mondta, hogy ő kinyitja. Most akkor WTF. Nyitva tartani, hát de... Hé? Most kell... menni Oszkárhoz? Próbáljuk meg. Nem tudom, ez nekem miért jó, hogy ugatni tud a Yuki. Egyelőre nem hiszem, hogy túl sok haszna van.
Oscar? Ne vesztegesse az időt, Kate Walker. Menjen és keresse meg a kocsi leválasztó rendszerét. Oké, azon vagyok. Miért? Azért megtaláltam, és itt a tervre. Miért nem lehet neki azt mondani, hogy hello, megtaláltam, segítsé már? Vagy valami? Hát ott van. Tessék, kapsz egy ilyet? Nem kell. Jó. Ezt most megint nem értem. Az abban sokszor... Nem csak sokszor, de mindig logikusan próbálok gondolkodni, de az ilyen játékokban a logikát ki kell dobni a kukába sajnos. Általában ezek nem logikusak. Point tactic játékok. Itt, jó, oké. Hát most megint kicsit tanástalannak érzem magam, hogy őszinte legyek. Mivel kéne nyitva tartani? Ezt sem értem. Nyitva kéne tartani a leválasztó panelt, de ki se tudja nyitni? Akkor mit akar nyitva tartani? És Yukival miért lehet ott interaktálni? Ezt sem értem. Erre nem lehet menni, arra le sem, hogy itt lenne valamilyen szerkezet. Semmiképpen sem férek hozzá a szerkezethez, ha nem tudom valahogy nyitva tartani ezt a takarópanelt. Nem vágom. Mert itt nincs semmi más. Egy külön pixelvadászatot is csináltam itt, nem tudunk is semmi más fölvenni. Ajaj. Ajaj.
Nincs is semmilyen más lehetőség. Egyszerűen nem értem. Én ezt most nem értem. Nem lehet itt csinálni semmit. Abszolút semmit. Semmit nem lehet csinálni. Nem értem. Oda nem lehet. Nem tudom, mire gondolt itt a költő. Sajnos nem tudom. Ott meg nem lehet vele interaktálni, ez is érdekes egyébként, Yukival ott. Ezért nem lehet felmászni. Feladom. Lehet, hogy mindjárt feladom. Ami azt jelenti, hogy megint utána kell nézzek, hogy itt most mit kell csinálni, mert ötletem sincs. Fogalmam sincs, hogy mire gondolt a költő. Ne. Itt nem lehet mit csinálni. Ott nem lehet kimenni a másik oldalon. Úgyhogy nem tudom. Teljesen tanástalan vagyok. Fogalmam sincs, hogy itt most mire gondoltak a készítők. Fingom sincs. Ezt hiába nézem, hát... Igen, az kellene nekünk ott...
De hát... nem hajlandó hozzányúlni, amíg nem tudja nyitva tartani, és én nem tudom, hogy ez alatt mit ért. Na, úgyhogy csinálok egy mentést. Igen. És akkor gyors utána olvasok ennek is, mert most már nagyon-nagyon-nagyon-nagyon érdekel, hogy itt mire gondoltak a költők, mert kifogytam a lehetőségekből igazából, halványleg gőzöm sincs, hogy megint, hogy itt mit kellene csinálni. Megtaláltam a fedelet, de hát nem tudok vele csinálni semmit. És semmilyen szerszámot nem tudok felvenni, ugye? Úgyhogy, ja, mindjárt jövök vissza, nem menj sehova. Na, itt vagyok, és megnéztem. Én nem tudom, hogy mi volt a bajuk a készítőknek, de vagy segrészegek voltak, vagy végtelenül hülyék. Én nem tudom, hogy mi bajuk volt, de hát nem csoda, hogy nem jöttem rá a megoldásra, mert egy olyan szinten nonsense bullshit, egy akkora fasság már elnézést a kifejezésért, de... Én nem hiszem el, komolyan mondom. De ugye párszor próbáltam mondani Oszkárnak, hogy ugye megtaláltam a fedelet, de azt nem lehet. Nem. Nem elég, hogy ott voltam előtte vagy már 20-szor. Nem, úgy nem lehet neki elmondani. Nem. Nem. Oszkár, elfoglaltam a helyem. Nagyszerű, Kate Walker, akkor én most beindítom a mechanikát, ami kinyitja a fedelet. És magának pedig a kocsi leválasztó mechanizmust kell aktiválnia, értette? Vettem, Oszkár. Föl kellett hívni mobilon, bazd meg. Amikor ott van tőlem 5 méterre, érted? Ott van tőlem 5 méterre, már beszéltem vele 20-szor, de nem, mobilon kell vele beszélni, hogy kinyissa ezt az átkozott fedelet. Mert ezt a személyesen nem lehet megkérni őt, hogy nyissa ki. Nem. Fú, oké. Oké. És egy olyan dolog, hogy ne akarjuk megérteni. Na, most kell nekünk... tervrajz. Hogy mi? Tehát felülről a harmadik és a negyediket kell mozgatni? Jól látom. Tehát... ezt? Hogy mi az anyád van? Jaj ne. Jaj ne, hogy ez egy ilyen puzzle. Jaj ne. A harmadik és a negyediket kell csak lekapcsolni, de... Utálom az ilyet, annyira gyűlölöm az ilyen fajta puzzlékat, de annyira mocskos úgy gyűlölöm az ilyet. Miért? Miért ver az Isten ilyennel? Miért? Nem akarom. Ez fájdalmat okoz nekem. Na, elvileg így, nem? Nem így? Erről...
az a kettő, és az a kettő, de hát az úgy nem lehet. Vagy most mindegyiket le kell kapcsolni? Vagy ez, én most ezt megint nem értem. Ugye most tessék, a tervrajz itt pontosan mennyit segít ebben a puzzléban? Mit segít itt a tervrajz? Lószart nem segít. Szó szerint semmit nem segít itt a tervrajz. Katej. Ich hasse alles. Ich hasse alles. Ez érdekes lesz. Én vagyok Marston. Itt egy híd, de teljesen összeomlott. Megpróbálok valami másik utat keresni. Marston! Hall engem? A telefonom... Mindjárt kifogy a kakaóból. Nem. Tényleg két Walkert üldözzük, uram? Felidegesít, John. Mire akar célozni? Két Walkert? Az ügyvédet? Akinek olyan jó karrier kilátásai voltak? Az a két Walker halott. Mi már valaki mást üldözünk. Valakit, akit nem is ismerünk. Egy család nyúz engem minden áldott nap, John. Két Walkernek haza kell jönnie. Hova tűnt ez a Yuki? Milyen nagy építmények azok? Hiszem, a Far Cry Primal-ben. Na! Akkor legyen mára ennyi, én azt mondom. Amúgy szükségem van egy kis születem, mert ezek a mai puzzle feladványok, ezek olyan szinten kiégették az agyamat, amikor ilyen hatalmas, elképesztő, gigantikus nagy hülyeséget tol az arcomba egy ilyen kalandjáték, akkor úgy kell egy kis szünet utána. Tehát, hogy mondom, vagy részegek voltak akkor a készítők, vagy nem tudom, hogy mi bajuk volt, de nem voltak normálisak a szétszentség. De mindenképp folytatni fogjuk. Na, ha a bénázásom ellenére tetszett, akkor tartsam legközelebb. Innen folytatjuk. Na, köszi a figyelmet, szavaztok!